tyle fibelów czyle. Poniam się wód, niech czyny walę. Urnie stępy mi do tego nosi się dużo. Hertelendi falva, mai nevén Vojlovica, mint helyi közösség Pancsova város külvárosi része, amely körülbelül 3,5 kilométerre fekszik a város központjától. Az 1950-es évekig önálló településként működött, akkor kapcsolták a városhoz. Hertelendi falván a körül 8500 lakos között főként magyarok, szerbek és szlovákok élnek, de kisebb számban nagyon sok nemzetiségű lakósa van, tekintettel arra, hogy Pancsován 26 nemzetiség él együtt. A bukovinai székelyeket 1883-ban telepítették Hertelendi falvára, ahol akkor már szlovákok és németek éltek együtt. 1902-ben szentelték fel a református és evangélikus templomot, művelődési egyesületet is a magyar és a szlovák nemzetiség működtet a mai napig. Hertelendi falván több évtizeden át háromnyelvű oktatás folyt a testvériség egység általános iskolában. Az elvándorlás és a többségi nemzetbe való beolvadás következményeként ma túlnyomó részt szerb nyelven folyik az oktatás. A helyi magyarság büszkesége a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület székházának kibővítése és egy bukovinai székely tájház kialakítása. Ezzel valóra vált egy régi álom, elődeink álma, akik már a 70-es években tervezték a létesítmény létrehozását. A tájház kialakítása mellett vendégszobákkal és egy nyári színpaddal is bővült egyesületünk székháza. A hertelendi falvi bukovinai székely magyar közösség önazonosságának megőrzését jórészt a református egyház és a helyi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület vállalta fel. Az egyesület tagsága a 137 éve letelepített bukovinai székelyek nyelvjárását, hagyományait, szokásait ápolja és őrzi, a művelődési élet megszervezésével felölelve több korosztályt kisgyerekektől időskorúakig. A szorványtelepülésen élő lakosság, főleg a fiatalok elvándorlása nem nagyon bizalomkeltő, de a vajdasági tömbben és az anyaországban élő magyarok támogatásában bízva szeretnénk hinni, hogy olyan maradandót alkotott több nemzedék együtt, ami reményt ad a megmaradásunkra a jövőben is.